Sziasztok, Zezoka vagyok. Folytatom a The Long Dark túlélést. Gyorsan eszünk. Még nyugodtan megetjük még azt a húsit is. Iszunk. És folytatjuk ennek a háznak az átnézését. Engedelmetekkel én egy picit átugrottam az unalmas részt. Gondolok arra, hogy oké. Gondolok arra, hogy átaludtuk az éjszakát, megsütöttem a húsit. Egy kicsit rendezgettem a dolgaimat, és akkor most itt folytatjuk. Tehát ebben a házban, ahova bementünk, ezt most átnézzük. És utána átmegyünk a nagy házba, mert kíváncsi leszek, hogy ott milyen jó cuccokat fogunk találni. Újakat, vagy hasznosakat, tök mindegy. Valamit találjunk. Szeretnék találni, hát vagy nyilvesszőt, én abban is kiegyezem, vagy pedig egy vadászfegyvert, vagy vadászpuskát. Lehetőleg olyat, amihez lőszerünk is van. Mert ki tudja, ugye, ezt a polcot szétbontottam. Mert ki tudja, hogy ugye a játék nem-e újít, és ezen a részen valami teljesen másfajta vadászpuskánk lesz. Öt is fölvesszük, mert majd szétbontjuk, vagy megnézzük, hogy nem-e jobb. Nincs-e jobb állapotban, mint annál, mint amin azt viselünk. Jól van. Ugye ez a rész is körülbelül 30 perces lesz. Hát, itt most szintén nagyon sok időt el fogunk tölteni. Pedig igazából az a nagy kaland, amikor ugye felfedezünk, és nem az szerintem, amikor átutatunk egy épületet. De hát persze ez is nagyon fontos, mert itt fogunk találni jó cuccokat. Hát van itt rendesen fém cucc. Fémekkel nem lesz probléma, ahol van esetleg egy kicsi probléma a fém hulladék pótlással, ugye az, hát az a, melyik az a völgy, valamilyen völgy, ahol az a farmházak vannak, ott esetleg van itt-ott kevesebb elérhető fém hulladék, aztán, aztán talán szerintem még a rejtélyes tó, igaz persze, hogy a víz erőműben ott azért elég sok fém cucc van. Mindegy, de amúgy is arról szól a játék, hogy ugye az életben maradásért be kell járnod a tájat, vissza kell menned azokra a helyekre, és hoppá. És ugye pótolnod kell a már hiányzó cuccokat arról a helyszínről. Hát fiúk, én itt más nagyon nagyon-nagyon-nagyon nem látok. Ezt gondolom, itt megint a kijárat lesz. Nem szokott nagyon... Aha, ilyen kulipintyókban... Ilyen kulipintyókban több szoba lenni úgy, hogy ugye ajtón kell átmenni. Na jó van, szerintem akkor átnéztük. Vagy mégsem, de nem. De... Bonyolult. Hát egy csöppet bonyolult. Több részből lett összerakva ez a konténer, lakókonténer, gondolom az. Na jó, menjünk ki. És akkor megnézzük a... az igazán érdekes nagyházat, amely sajnos romos. Bíztam abban, hogy ez valamilyen központi bázisként fog majd szolgálni. Elég nagy terület, teli vagyunk cucca, tehát nézzétek meg, raklaphegyek, dobozok, mondom, doboz, vagy ládák, jól van. Hoha-hoha-ho, hoppá rézimi. Hoppá rézimi. Na. Ajajaj, ezt nézzétek meg. Visszamegyek a... ajtó. Nem akarok most farkassal megküzdeni. Tudom, könnyű, egyszerű, de viszont romlik a ruházatod. Illetve, hogyha szerencsétlen vagy, akkor még meg is sért a
Tehát, hogy sérüléseket is szenvedsz a farkastól, és az meg egyáltalán nem jó. Mert ugye fogynak a drága gyógyszerek. Általában ilyenkor el szokott arra menni a farkas, de lehet, hogy ez most itt fog kóborolni a vidéken. Lehet, hogy inkább nyilal rálövünk. Megpróbáljuk, jó? Ó, nem sikerült. Ó, hát akkor megküzdünk vele. Ruházat, vérvesztesség sajnos. Bejátszik. Itt kötszer fogy, a kötszer az annyira nem baj. Viszont itt már... fájdalomcsillapító. Amiből csak kettő van nálam. Ho-ho-ho-ho-ho. Nem tudom, hogy még melyik italt mutatta. Lehet, hogy pont a gombát. Amiből jó lenne nekem pótolni. Ajaj. Ez nem jött ki. Szerencsésen ez a harc. Meg ahogy én elgondoltam. Ó, és hol van a... A nyílvessző, mert akarom. Azt a mindenit nem árno már, nem árho már. Ide lőttem bele valahova. Hát ez... ezt itt most én nem látom, ezt a nyílvesszőt fiúkányi. Ugye, és akkor elkezdhetjük követni ennek a büdös farkasnak a vérnyomait, amit most én elvesztettem. Na nézzük. Azt tudom, hogy még itt rohangált össze-vissza, mert hallottam. Itt van a nyoma. Ha mancsait nézem, akkor erre ment. Hagyjál el békén! Azt a büdös... Ez most nem tudom, hogy ugyanaz a farkas volt, vagy pedig másik. Ó, azt nézzétek meg! Mennyi a kondícióm? 65%. És megint előttem valahova a sunyiban nyilat. Puskát kell találni. Óha, lőszert viszont találtunk. Hallom, hogy itt rohangál. Hallom, hogy itt rohangál, de viszont a nyilvesszőt azt... Azt a mindenit, azt megint úgy ellőttem. Meg az is lehet, hogy belelőttem a farkasba, hirtelen nem tudtam erre figyelni. Na jó van. Csináljuk meg azt, hogy... Hogy nézzük meg, hogy milyen cumok vannak nálunk. Itt semmi. Csipkebogyó pont olyan gomba nincs. Olyan gombát kellene keresni, mert mondottam volt, hogy az a... Az szerintem az a fájdalomcsillapító, vagy valami ilyesmi. Az hiányos. Aludnunk kell, nincs mese. Alacsony a kondíció. Tudok-e bármit melegíteni? Aminek van értelme. Na, elsősegénynél mi van? Szerintem pont, hogy igen, van pecsétviasz teánk. Akkor lehet, hogy pont... Lehet, hogy pont... Ez az. Lehet, hogy pont szükségünk lenne... Akkor csipkebogyó teára. Csináljuk egy csipkebogyó teát. Utána pihenünk. És... Hát a farkasokat is föl kéne kutatni, a farkas tetemeket is föl kellene kutatni. De lehet, nem. Én a mondó valék, hogy csinálunk fél liter ivóvizet. Én amondó valék, hogy én már nagyon kíváncsi vagyok abban a központi épületre, ami romos. Hogy hátha találunk itt valami fegyvert.
az nem lenne egy rossz dolog. Gyógy tea. Vagy lehet, hogy pont ez a Ganoderma tea, ez a csipkebogyós tea? De csipkebogyó van nálam, azt tudom. Viszont... így csináljunk egy gyógyteát. A gyógyteának is van értelme. Sokkal jobban érzi magát tőle a karakterünk. A forró italtól. Másrésztől, meg akkor még csinálunk fél liter vizet. Ugye nem pazaroljuk a tüzet. Tehát sokkal jobban érzi magát a forró italtól, a forró teától a karakterünk. És én úgy tudom, hogy valami gyógy értéke is van. Meg hát a melegedést is. Ugye elősegíti, hogyha pláne kint vagyunk. Ganoderma tea. Felesleges, mert az már van nálunk. Ugye bügyi. Ganoderma tea. És akkor... Pedig az, pecsétvi az gomba. De akkor... Várjátok, bocsánat. Gyere vissza. Ott van csipkebogyó. Na most valami eszembe jutott, hogy a csipkebogyóból akkor lehet, hogy nem elég 16, hanem több kell belőle, és akkor tudunk csipkebogyót készíteni. Valami ilyesmire emlékszem. Tehát valami ilyesmi kikötésre emlékszem a csipkebogyóval kapcsolatban. Nem vagyok benne biztos, hogy ez most... oly lesz az szerintem. Ja nem, azt csináltam most a gyógyteát. Jaj, de buta vagy, zotya. Nem ő lesz az. Itt szokott meglenni az megjelenni az ételkészítésnél. És tudjátok, hogy még mi jutott eszembe, hogy... Most kapkodok, bocsánat. Suskuri. Most már nagyon mérges vagyok. Mert ő kihűl. Azonnal meg kell inni. Na, sikerül megmelegíteni? Végső sorom. Egy pohár tea, forró, meg is iszom. Tehát nem alakult jól sajnos ez a... kis kirándulás itt most. Alszunk. 6 órán át lesz még világos, akkor 2 órát fogok aludni. Valamennyit mindenféleképpen vissza akarok tornázni a kondíciómból. Kicsit magasabb, ez már jó. Így már akár még 2 farkas támadást is túl tudunk élni. És... tehát most kőkeményen megpróbálunk oda bemenni. Se nyilvesszünk nincs. Ó, remélem, nagyon remélem, hogy ez azt jelenti, hogy itt vadászfegyverünk lesz. Mert nagyon sok puskalőszert találtam. Ha minden igaz, van nálam olyan kis kanna, amivel tudom pótolni. Jó, ez jó. Csak legyen is benne valami. Amivel tudom pótolni a üzemanyagot, a petróleumot. Van nálunk feszítővas. Igen, ilyenkor, amikor felfedezünk, mindig legyen nálunk feszítővas, mert jó eséllyel találunk olyan szekrényt, vagy például kocsinak a csomagtartóját, amelyet föl kell feszíteni. Tehát bizony az is jó, ha nálunk van. Sajnos nem kis súly. Azt hiszem 1 kiló legalább. Jól van. Hát, hogyha láttok valahol puskát, akkor visítsatok, légy szíves. Mennyi az időnk? 14 perc. És még ugye ne felejtsük el, hogy másnap mindenféleképpen meg kell keresnünk a farkast. Én farkasok tetemét, én legalábbis én mindig... szeretném... Ott vasvűrész. Szeretném megtalálni őket, mert hát azért küzdöttem meg velük, ugye. Romlottak a értékeim, romlott a ruhám, sérültem, tehát legyen valami haszna, hogy megküzdöttem egy farkassal, és ugye a haszna az, hogy megtalálom a tetemét, és szépen a húsát megeszem, a bundáját hasznosítom, meg a belét hasznosítom.
És hát valahol itt kell, hogy legyenek a közelben. Ezen is javítottak, tehát hogy régebben sajnos egyáltalán nem volt arra esélyünk, hogy megtaláljuk a... Nem fog itt leesni. Általában nem szokott ilyet csinálni a játék. Tehát, hogy régebben ez is sajnos egy hiba volt a játék, hogy megküzdöttem a farkassal, és egyszerűen nem találtam meg a hulláját. Vagy megsértettem egy szarvast, és szintén nem találtam meg a hulláját. Egy kicsit idegesítő volt, mert hát még egyszer mondom, ha már ugye elpazarolok egy lőszert a szarvasra, farkasra, vagy megküzdök egy farkassal, akkor bizony legyen meg a haszna, térüljön meg a befektetett vér, elvesztegetett vér, vagy elpazarolt lőszer. Úgy gondolom, hogy kajánk az van. Még ezek a szőlőitalok is jók, mert ugye ne felejtsétek el, hogy azon kívül, hogy a szomjunkat oltják, 300 kalóriát adnak. Tehát nem egy rossz dolog. Nem tudom, hogy mennyire lehet őt majd hasznosítani központi bázisnak. Ott van, látok valami cipőt, nem zoknit. Nem baj, szétbontjuk. Egészen addig, ameddig van rá szükségünk. Nem, az üres. Réteges mellint is majd szétbontjuk, vagy csak simán lerakjuk. Még nem töltöttem el. Van már nagyon sok szövetünk. Ez a szuper, szuper. Ezek jöjjenek a cumok. Tehát jöjjenek, mindennek van értéke, úgy gondolom. Végeztünk a felső résszel? Szerintem igen. Jó. Akkor menjünk le az alsó szintre. Eddig nagyon nagy... Ó, és tudjátok mire gondolok még? Hogy itt lehet, hogy lesz benne farkas is. Ó, viszont van munkapadunk. Ami már nem egy rossz dolog. Mert elég romos az épület, és ilyenkor előszeretettel rak be a program farkasokat az adott helyre. Eloltjuk először a lámpát. Csinálunk kötszert. Illetve ez, ő nem is kötszert, bocsánat, mert valami... Mi ez? Sebkötöző, és kötszer kell hozzá meg szakázozmó, csak ugye többet csinál belőle. Tehát bizony... Ne, ez nem kötöző, nem kötszer, hanem sebkötöző. Gondolom egy kicsit magasabb értékekkel bír a sebkötöző, mint a sima kötszer. Gondolom én. Van-e itt még bármi? Fákja, nincs szükség. A fákja van kapcsolatban, hogyha készítetek fákját, akkor van neki egy olyan opciója, plusz azon kívül, hogy természetesen mint fákját tudjátok használni, mint fényforrás, hogy azt hiszem, hát most hiába mondom, de valamelyik gombbal meg lehet lengetni a fákját, és gondolom, amikor farkasokkal, vagy mi van, lehet, hogy a nehéz kalapács kell ahhoz, hogy én tudjak létrehozni mondjuk nyílhegyet? Van nálam? Biztos, hogy van nálam. Na... Hulladékfém van nálam, de... Akkor nézzük meg a kalapácsot, hogy mit tudok vele csinálni. Begyűjtés javít. Begyűjt... De biztos, hogy kell valamihez. Biztos, hogy kell valamihez. Ugyanis, ha nem lehetne mire felhasználni, akkor nem lenne ott a javít. Azt megfigyeltem természetesen. Na hát erre nagyon kíváncsi leszek. Kalapácsot még nem találtam a játékban. Van tűzelőhelyünk, ilyen hordóba. Csak még egyszer mondom, nem tudom, hogy mennyire biztonságos, mert... Mondjuk, hát, még a tetén is be tudnak jönni a farkasok, gondolok itt arra, hogy nem most
farkas föl tud menni a lépcsőn, és ott be tud ugorni valahol. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ő farkasmentes ez a hely, vagy farkas biztos. A hely. Ó, szövet. És nagyon alaposan körbe kell nézni, mert a puskát nem csak szekrényekben, vagy páncélszekrényben, vagy mit tudom én hol találhatunk meg, hanem lehet, hogy itt le van dolva valami falnak neki támasztva, vagy berakták valami közé. Tehát valamikor elég nehéz észrevenni, hogy te vas szénfűrész. Mindig vasfűrészt mondok. Oha-ho-ha-ho, szuper, lesz nekünk itt egy kis széfünk, amely remélem, hogy valami nagy értéket fog rejteni. De... Hú, igen, elég nagy a épület. És ugye, hát Kanadára ez nem tudom mennyire vett jó fény, de ugye ez egy bálna feldolgozó üzemecske. És a állatvédők, meg akár én is, tehát én a bálnát ezt mindenféleképpen egy olyan élőlénynek tartom, akit azért embertelen módon, tehát embertelennek tartom, hogyha vadásznak rá, mit tudom én a sok hülyeség miatt, mert mondjuk egyáltalán nem vagyok biztos benne, de hogy éppen a férfiaknak a micsodája jobban fölálljon tőle, és a bálának van egy olyan része, amihez ez kell, ugye? Egyáltalán nem, most így hirtelen nem tudom. Meg hát mindenféleképpen egy védett, egy kihalásban lévő faj. És gondolom, hogy a bálnáknak is ugye van több faja, de én is gondolom, hát tudom. És ugye előszeretettel vadásznak ott az emberek rájuk, bálna vadászok. Azt ugye még régebben még megérteném, hogy valaki tényleg azért mondjuk vadászik bálnára, mert tényleg nem nyerészkedni akar rajta, és nem mindenféle ilyen ajzószerként eladni a mit tudom, milyen alkatrészeit, vagy szerveit. Az érdekes lesz. Hanem mert mint élelemforrás van rá szükség. Tulajdonképpen ez bármilyen élőlényre én gondolom, hogy igaz lehet. Tehát szarvas sem azért ejtjük el, mert divatból, meg jaj de jó fejség, meg ott pózolunk mellette, hanem azért ejtjük el egy szarvast, mert mondjuk szükségünk van a húsára, hogy ne hajunk éhen. Erről volt is ilyen kis filmecske. Meg is lepődtem, hogy... Na! Meg is lepődtem, hogy abban volt róla szó, hogy igen, tehát, hogy... Hogy igen, tehát, hogy megölt valaki egy élő, megöltek egy, most nem tudom, szarvast, őszt, és hogy igen, tehát, hogy ne érezd magad azért rosszul, mert hogy megöltél egy másik élőlényt, hanem most tényleg a túlélésed volt a tét, és ugye szükséges volt, hogy te életben maradjál. Az már más kérdés, hogy egy olyan hülye ilyen tévéműsorban volt, ami így voltak ezek a hülye ilyen túlélési, ilyen dokumentumfilmek, tudjátok, vágjátok. Hát most könyörgöm, tehát ilyenre én nem megyek el. Azt mondja, hogy akciók, újra tölt. És nézzük már meg, hogy hogyan állunk. Hát még jól állunk étellel. Meg, tehát nem ők se nagyon éhesek, se nagyon szomjasak, és ezt most de viszont lassan megyünk. Akkor lehet, hogy itt valahol keresek egy... Keresek egy szekrényt, és oda le kell pakolni. Azt mondja, hogy a földszinten volt... Ó, és közben ránk is sötétedett. A földszinten volt ugye a tűzhely is, és a munkapad. Tehát ugye akkor itt a földszinten fogok valahogy berendezkedni. Az a baj, hogy itt ágyat nagyon nem találtam. Vagy fönt láttatok ágyat? Ó, azt a mindenit most... Franc se tudja.
Mikroklap. Ez nem tégla, hanem hogy hívják ezt a födém valami, vagy kefni? Ha bár nem, lehet, hogy ilyen nagy ilyen térrel választó fal elem. Francsa tudja, mindegy, nem értek hozzá, lényegtelen. Oké, nagyon lassan megyünk, tehát mindenféleképpen le fogok pakolni. És ugye, ha lepakolok, akkor... akkor keresünk valami szekrényt itt a tűzhely és a... és a munkapad körül. Fényem az nem tudom, most többet nem veszek fel, mert amúgy is nehezen mozgok. Ó, srácok, merre is van? Most hirtelen... itt... valahol itt át lehet menni. Mindegy, ezt a részt még nem néztem át. Ó, de! Ez mi volt? Nincs üzemanyag, a losz lámpát töltöttem meg. Két lámpa van nálam. Ne szórakozzunk, hát kérem a lássan. Újra tölt. A lámpa már tele van. Akkor valahol lejjebb lesz. Aha, ott van pipa is jelzi, hogy az van nálam. Mindegy. Semmi problématik. Erre nem figyeltem. Hú, de megijedtem, hogy valami történt. És... szerintem akkor így lesz vége a videónak. Hát itt volt izgalom, és így hirtelennyében én az a baj, hogy nem találtam sehol sem vadászfegyvert. Tehát vadászfegyver nélkül kell... megkeresnünk holnap a farkasok teteme itt. Mert kajára szükségünk van. Egyrésztről, másrésztről meg, aha ott van, másrésztről meg nem akarom, hogy szétfagyjanak a tetemek. Tehát ott van a micsodi, igen, tehát a munkapad, ott van a tüzelőhely, és itt kéne nekem keresni valami szekrét. Amit én most ott nem látok sehol. Vagy valami láda, ugye teljesen tök mindegy, hogy mire rakom a cuccomat. Például akár le is dobhatom a földre. Franz fog itt mászkálni össze-vissza a gyerekek. Nem már. Amit ledobok a földre, hát ha csak nem lesz, várjatok? Ebbe mennyi fér, ebbe csak 10 kiló fér, én úgy tudom, de mindegy, egyelőre jó lesz ő is. Oké, na, ide fogunk lepakolni. Jól van, berakjuk nehézségi szerint, és akkor hirtelen mindent lerakok magamról. Habár nem. Nézzük át a ruházatot. Az most a legfontosabb. Van itt nekünk egy egyszerű túra bakancsunk. Jaj, buta vagyok. Biztos, hogy nem fogom átrakni, a szarvas bőrcsizma az mindenféleképpen jobb értékekkel bír. És viszont sajnos őket már javítani kell. Nézzétek meg. Két farkassal küzdöttem meg, és ugye már romoltak a ruháinknak az értékei. Ez nem jó. Ez nem jó dolog. Tehát erre is majd gondolni kell sajnos. Hulladékfából mennyit rakja a kát, maradjon nálam mondjuk 4 darab. Nem, annyi nem kell. Sőt, maradjon nálam csak 2 darab. Átrakjuk, miért nem tudom átrakni? Ja, hogy már csak 5 kiló. Ó, basszus kulcs. Na, ezt már befejezve, hogyha már megint a zenei kifejezést mondom. Nem szabad. Erről le kell szokni. Hülye szokás. Jó. Na, tehát. Itt tartottunk, hogy szépen ledobjuk a cuccokat, amelyekre nincs szükségünk. Cédrus tűzifa. Azt is most ledobom. Fémfűrészből elég egy sem kell most. Lerakom, összeset eldob. Ezt most bocs, hogy végig kell néznetek, fiúk. Vagy tudjátok mit? Elköszönök tőletek. Én amúgy is itt nekiállok akkor menedzselgetni, és akkor innen fogjuk folytatni, ez a lényeg, jó? És akkor én köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokkal, és akkor következő alkalommal megkeressük a farkasoknak a tetemeit. Sziasztok!